Jó estét kívánok, kezdődik a Keceli Körkép, ma ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Véget ért a 26. Floravirág Fesztivál és 10. országos fazekas kiállítás. Közel 6000-en látogattak el Kecelre. Élő közvetítések, háromnapos rádióadás, folyamatos kapcsolások. A Kecelvárosi Televízió minden fontos eseményről tudósított a Virágfesztiválon. Ezek a legfontosabbak, ha tehetik, tartsanak velünk. Huszonhatodik alkalommal rendezte meg Kecelváros önkormányzata a Virágfesztivált és 10. alkalommal a fazekas kiállítást. A háromnapos rendezvényre sokan érkeztek vidékről és a határon túlról is. Az idei eseményre közel 6000-en látogattak el Kecelre. Hosszas szervezés és előkészítő munka után december 7-én megnyitott a kapuit a 26. Virágfesztivál Kecelen. A városi sportcsarnokban szervezett ünnepélyes megnyitón beszédet mondott Bányai Gábor, a megyei közgyűlés elnöke, valamint Haszilló Ferenc Kecel polgármestere. Nincsen ünnep virág nélkül. Családi, egyházi, nemzeti ünnepeinken, a rendezvényeken, a megemlékezéseinken virággal díszítünk, csokrot nyújtunk át, vagy koszorúzunk. Az eddigi megnyitóktól eltérően most műsor is színesítette az ünnepet. Balett bemutatót láthattak a vendégek Pogurelszka Oksana tanítványainak előadásában. A 10 éves koráig Kecelen élő Vince Anna, valamint Kovács Szilárd, a Győri Balett és a Budapesti Operettszínház táncosa csodálatos tánc bemutatóját követően Gombás Attila ismertette a virágkötészeti verseny eredményeit, melynek díjait keceli vállalkozók, a rendezvény támogatói adták át. Ezt követően meglepő bejelentést tett. Én 1985. decemberében voltam itt először, mint diák, és azóta eltelt 20 sok év, úgyhogy ez több év, mint amióta számolják, és én azt mondom, hogy személyesen kötődöm ehhez a rendezvényhez, de utoljára állok itt a színpadon, mint a Magyar Virágkötők Szakmai Egyesületének elnöke, és egy új szervezet, egy megújult szervezet fogja a jövőben ezeket a rendezvényeket és a magyarországi virágkötészeti eseményeket koordinálni. Így tehát a jövőben egy megújult egyesület fogja a szakmai koordinációt végezni a virágkiállításokon, melynek vezetője Boros Attila. A megnyitót követően a vendégek közösen díszítették fel a város karácsonyfáját. Ennyi szép dolgot, ennyi szép virágot, szép díszítést, szép díszített falat, kiállítóhelyeket az ember ritkán lát, és a megnyitó sem volt egyébként rossz, de maga az, amit látunk, az szemegyönyörgető. Mindig eljövünk a feleségemmel, a gyerekekkel, vagy éppen a megnyitóra meghívtak, de mindig valamit tanultam, láttam. Persze az embernek van hozzá kedve, az idő az a második nehézség az életemben, amit nem tudok megoldani, de itt mindig a tapétákat, az ember elgondolja, hogy milyen lenne a lakás, vagy ilyen szebb tapétá, vagy milyen lenne az ajtó, vagy az a kapu egy szép ilyen gillan díszekkel. Tehát itt mindig kap az ember ihletet. A megyei közgyűlés elnöke egyelőre nem tud a karácsonyra készülni. Mint mondta, a legjobban azt várja, amikor kikapcsolhatja a telefonját a két ünnep között. Valójában én ilyenkor szeretném a telefon kikapcsolni, lekapcsolni otthon a wifi-t, a netről, a hálózatról, a maximum a tévébe egy-két műsor megnézni. Templomba járunk ilyenkor sűrűbben, mint a heti rendszeresség. A család ilyenkor összejön, nagyszülők jönnek a szentes után napon általában, vagy mi megyünk hozzájuk, most éppen folytva lesz. Utána, amikor az ünnep letelik, és jön a szilveszter napja, hát addig én szeretek ugye elvonulni csöndbe lenni. Én ilyenkor bezárkózok legszívesebben. Ha leesik a hó, akkor meg örömmel megyek és lapátolom, mert az a nem hobbim, mert ugye hobbim nincsen, de nagyon szeretem a hóesést, a hideget, szeretek havat lapátolni, az mindig jót tesz az embernek, utána el tud gondolkodni más fontos dolgokról is, mert az olyan alkalom. De a mi lényeg, hogy a karácsonyban önnek is, nekem is, mindannyiunknak a legfontosabb az, hogy elcsöndesedjünk, mert nagyon-nagyon zajos az életünk. A főmegnyitót követően nyílt meg a Színvonal című kiállítás a Városi Könyvtár és Művelődési Ház kiállító termében. A tárlat 5 keceli képzőművész, Béboros Ilona, Tám Lászlóné, F. Mencsik Rita, Palásténé Haszilló Enikő és Lipka Marianna alkotásait mutatta be. Színvonal, ahol a művészet párosul az alázattal.
öt keceli alkotó tárlatának is helyet adott a Virágfesztivál. A kiállítást Rajnai Miklós, Bánffy díjas, Keczerről elszármazott bölcsész nyitotta meg. A kiállításon többféle technikával készült alkotásokat tekinthettek meg a látogatók. Volt úgynevezett tűfestéssel készült fali szőnyeg, szövés és hímzés ötvözet, valamint rekesz és festőtűz zománc. Nekem ez a Bárka című munkám, ez végül is a diplomamunkám. Mivel a szövés az egy elég hosszadalmas és nehéz technika, ezért tehát gyakran megjelenik így kiállításokon, és bibliaforgató ember vagyok, úgyhogy azt nem mondom, hogy kitéve-betéve ismerem a Bibliát, mert ehhez egy egész élet is szükséges, de a Noé bárkája azért az egy eléggé ismert téma, és hát én ezt dolgoztam föl. Érdekességként meg lehetett tekinteni a kiváló, aprólékos munkával elkészített tojásalkotásokat is. Jó kézügyesség kell hozzá, mert tartani kell a tojást, forgatni, közben pedig ugye a másik kezem rajzol, kicsit csúszik a felület, és ha valaki már tapogatott meg tojást, az tudja, hogy nem sima felület, hanem apró pontokkal, mélyedésekkel van tele. Tehát le kell ülni, bebiztosítani magát az embernek, hogy ne lögdössék, tehát nyugalom kell hozzá, és el kell kezdeni rajzolni. Forgatni. Ugyancsak pénteken nyílt meg a Duna-Tisza Közi Népművészeti Egyesület bemutatkozó tárlata a művelődési ház emeleti termében. A megnyitón elhangzott, hogy egyre inkább előtérbe kerülnek a népi hagyomány eszközei a hétköznapi háztartásban is. Ennek oka egyszerű. Egyre jobban ragaszkodunk saját örökségünkhöz, és újra megtapasztaljuk ezen tárgyak hasznosságát. Bőséges volt a választékunk, és ahogy a megnyitóban is mondtam, hogy itt most ez egy országos kiállítás sorozatnak a része is, korábban tavasszal Debrecenben volt ez az anyag, kicsit kibővítve, ott egy hatalmas kiállításunk volt, illetve a nyáron Dunaföldváron a Vármúzeumban volt az Egyesületnek egy közös kiállítása. Hogy üzenete mi? Hát egyrészt az, hogy a kultúra az egy borzasztóra fontos dolog, és hogy vannak olyan emberek még, és van olyan kultúránk is, amelyik ezt reprezentálni tudja, amit bemutatásra kellene, hogy a szélesebb közösség elé táljuk. Tehát ne csak az önmagunk kedvéért, az önmagunk megvalósításáért, ami megint borzasztóra fontos, természetesen ezek a munkák megszülessenek, hanem hogy reprezentáljuk ezt szűkebb és a tágabb környezetünkben is, hogy igenis ennek a Bács-Kiskun megyének, ennek a több tájegységből álló területnek is vannak olyan értékei egyébként, ami megőrzendők. És hogy vannak olyan emberek, akik szintén ezeket képesek a hagyományok alapján továbbvinni, továbbfejleszteni is. A kiállításon a látogatók olyan népi eszközöket is megtekinthettek, amelyek már feledésbe merültek. Az arcokon látni lehetett az örömjeleit, amikor megpillantottak egy-egy, ma már alig-alig ismert tárgyat. Egyre több ember használja ezeket a tárgyakat, és a mesterek ezt most már tudják is, hogy ezeket úgy kell elkészíteni, hogy a mostani körülmények között használhatók legyenek, csak majd a fazekas anyagot itt ugye Keczer nagyon jó ismeri, hát tudja, hogy Kovács Laci is mennyire kísérletezik ezáltal, hogy 1000-2000 fokon, Celsius fokon ki lehet égetni olyan tárgyakat, amit a legmagasabb hőfokú elektromos sütőkbe is be lehet tenni. És az is tudva velő, és ezt is a fiatalok azért kezdenek rájönni, hogy ezekben jobb az étel. A Flóra Virágfesztivállal egy időben a Városi Múzeum is két új tárlattal nyitotta meg kapuit. Dr. Garai István Levente országgyűlési képviselő Babavilág Meseország című kiállításával, Gérné Mezősi Aranka Lebegés című tárlatával várta a vendégeket. Múlt és jelenkorba vacsodái tárultak a szemünk elé, amikor beléptünk a Városi Múzeumba, ahol a vendégeket Benyák Ferenc múzeumvezető köszöntötte. Szeretettel köszöntök minden kedves vendéget. A Keczeli Városi Múzeum Babavilág Meseország című kiállításának megnyitóján. Különleges nap ez a mai nap, ugyanis Kecelváros kulturális életében, ugyanis egyszerre van a virágkiállítás és annak rendezvényei, és hát a Városi Múzeum is két kiállítással jelentkezik ezen a napon.
dr. Garai István Levente kiállítását a Halas Galéria képviseletében Jakobovics Angéla nyitotta meg. Elmondta, hogy ezek a babák különösen nagy értéket hordoznak magukban, mind arcvonásaikban, mind ruházatukban megmutatkoznak születési körülményeik, az éppen aktuális korszak divatja. A babák azok az 1700-as évek végén jelentek meg először, a tehetősebb nemesi családoknak a gyermekeinek készítették kézzel, majd a távol-keletről a porcelánbabák hódítottak Európában, a királyi és a hercegi udvarokban. Ezekből készültek az első igazi hajat ragasztottak a babákra, és később ugye a divatot is utánozták ezek a babák, majd ezután ugye a történelem során ezek a babák aztán lettek népművészeti jellegűek, tehát amelyek egy-egy népnek, például Németországban sok népviseletet, Magyarországon ugye szintén a sok 7-8 népviseleti stílust viselték, azután később pedig maguk a baba féleségek, ugye, amelyek annak folyamán, hogy mivel foglalkoztak, tehát egy foglalkozást, a rendőr, a tanár, tehát sokféle ilyesmi volt, majd aztán a szocialista időszakban, emlékezzünk csak vissza azokra a babákra, amelyek ugye akkor voltak divatosak, ezeket aztán lehetett különféleképpen öltöztetni, és lehetett ugye, volt amelyik hangot adott, volt amelyikkel már tudtak játszani, és a mai egész modern babákig, amelyek ugye már a gyermeknek a hangját fölveszik, és tulajdonképpen oda-vissza beszélő interaktív babáknak hívjuk őket. Tehát ez egy nagyon széles világ, nagyon érdekes, és mindig nagyon közel állt az emberekhez. Dr. Garai István Levente, politikus. Így adott a kérdés, hogy miként is jött a babák gyűjtésének ötlete. Valamikor én is voltam kisgyerek, és nagyon szerettem a meséket, rajzfilmeket, ezeket a bábukat, nyilván másokat, még amikor én is kicsi voltam. Na most azon túlmenően én doktor bácsi vagyok. És ugye van egy olyan mondás, hogy épp testben épp lélek, és ahol épp lélek van, ott a test is épségesebb lehet. És azt tapasztalom, amióta ezeket a babákat ide-oda visszük és bemutatjuk, gyerekeknek, időseknek, mert több szociális otthonba is elvittük Bárány Tibornéval, tehát akik ezt nézik, egész más az arcuk, a szemük. Tehát egyfajta nosztalgia, egyfajta boldogság tükröződik pozitív értelemben. Természetesen egy kicsit azért ez a nosztalgia kicsit fájdalmas is lehet, mert ha arra gondolunk, hogy amikor gyermekek voltunk, még éltek drága szüleink vagy nagyszüleink, és most már ők sajnos nincsenek meg. Az én esetemben ez egy elég szomorú dolog, de ugyanakkor ezek a babák, vagy más babák, vagy bármilyen más játékok kötik az ő emléküket, a gyerekkort, és azt a boldogságot például, amit a karácsonyi ünnepek jelentettek, mert direkt azért hoztam karácsonyi babákat is, Mikulás babákat is, amelyek csodálatos dolgok voltak a gyermekkorunkban, és most meg azért, mert felnőttek vagyunk, és a mi gyermekeinknek csodálatos. Gérné Mezősi Aranka Lebegés című kiállítását Várhelyi György szobrászművész nyitotta meg nem hétköznapi módon. És akkor fel is kérném Várhelyi György urat, hogy nyissa meg a kiállítást. Később persze komolyabbra fordította a szót, és méltatta a művésznő munkásságát, akit nem először láthattunk a városunkban. Legutóbb 3 évvel ezelőtt találkoztunk a Megy Fesztivál alkalmával, a Művelődési Ház kiállító termében volt egy nagyon szép kiállítása, akkor fából készült alkotásokat mutatott be, most azonban hát gyökeresen elrugaszkodtunk ugyebár a földtől. Miből készültek ezek az alkotások, és honnan jött az ötlet, hogy most lebegjünk? Először is gondoltam a koromra, hogy biztos nem sokáig bírom a stílfűrészt emelgetni, stb. Nagyon szeretem, imádom, első szerelmem a fa. Azt hittem, hogy én ezt soha nem fogom megcsalni, de megtörtént a dolog. Tehát ez egy próba volt, öntő mintát szerettem volna készíteni, és úgy gondoltam, hogy télen nem fulladok meg a portól, stb. Május óta csinálom ezt a dolgot, és a Giacometti-re csodálkoztam rá. Nagyon tetszettek a nyúlánk figurái, ez a vonalszerű dolog, olyan, mint egy rajz, vonal vastagodik, vékonyodik a szobor, tehát ez szoborban ritkaság, de gyönyörűnek találtam, de viszont nekem statikus volt, tehát megpróbáltam valahogy máshogy a saját módszerem szerint, és
Nem tudom, hogy jött az ötlet, hogy én ezt most akkor így tömörítettem papírral, tekertem ragasztóval, fújtam festékkel, aztán belejtettem a fűrészporba, hogy megkereszteljem, most gondolkodtam, hogy mi lesz vele. Hát utána fújtam, és akkor lett tökéletes, és kapott egy ilyen bronz színt, és megállapítottam, hogy tartósabb, mint a bronz. Tehát miért kellene ezt méreg drágán kiönteni, és szabadságot kaptam, sok szempontból szabad lett a dolog, mert csinálhatom, nem kell kiönteni, ami több 100 000 forint egy ilyen öntőminta. Én gyerekkoromban, karácsonykor mindig leszettem a karácsonyfúról a drótot, az ezüst papírt, és egyből kis angyalokat csináltam. És olyan ismerős volt az érzés, és elkezdtem tekerni, de most már így felnőtt módra, és hát ez lett belőle. A virágkiállítás részeként immár 10. alkalommal nyílt meg az országos fazekas kiállítás, bemutatkozási lehetőséget biztosítva a hazai kézműves ipar remekeinek. A jubileumi fazekas kiállítást köszöntőjében egy hagyomány életben tartójának nevezte Kecel polgármestere. A megyei közművelődési intézet igazgatója szerint a fazekasok teremtők. És a fazekasok azok az emberek, akiknek megadatott az a nagy tisztesség és tehetség és tudás, hogy mintegy az Isten munkáját leképezve, porból, vízből, sárból és a másik két őselemből, a levegőből és a tűzből fantasztikus alkotásokat hoznak létre, lelket lehelnek az anyagba, mint az Isten egykoron, amikor a világot teremtette. A 10. keceli fazekas kiállítást térségünk országgyűlési képviselője nyitotta meg. Ezt a 10. jubileumi ünnepi fazekas találkozót ezennel megnyitom. Legyen gazdag az öröm, ami itt most a szemünk elé tárul, és kívánom mindenkinek, hogy ne szakadjon meg az a sorozat, amit itt 10 évvel ezelőtt az ötletadó Kovács László és a házigazdák kitaláltak, és ma is hagyatékul tudunk majd adni az utókor számára. Kovács László fazekasmester, a rendezvény életre hívója arról beszélt, hogy az elmúlt 10 év az összefogásnak és támogatók segítségének köszönhető. Ez egy örömteli feladat, amikor a köszönet hangján kell megszólalni. Mert egy ilyen ötlet, amit az ember egyszer kigondol, az soha nem valósulhat meg úgy, hogy ez nem nincsenek támogatók szívvel, lélekkel és mindenféle anyagiakkal. Ez a keceli találkozó is rengeteg támogató segítségével jöhetett létre, és én szeretnék köszönetet mondani mindenkinek. Az idei kiállításon 32 fazekas mester képviseltette magát az ország szinte minden pontjáról. Többen nem csak kiállítottak, hanem be is mutatták az érdeklődőknek, hogyan dolgoznak. Most először jött el Kecelre egy perui származású, Hollandiában alkotó művész. I am very happy to be here. Nagyon jól érzem magam Magyarországon és itt Kecelen is. Because it's more important what he had is doing, thinking. And here people live more from the heart. I don't speak. Nyitott szívvel gondolkodnak az emberek, éppen ezért nagyon könnyű volt kapcsolatot építenem felnőttekkel, gyermekekkel egyaránt. This makes me very, very happy. A virágfesztivál történetének első alkalommal válhatott részévé a Keceli Ízek utcája. A szervezők meghívását 6 helyi vállalkozás, illetve termelő fogadta el. A virágok illata, a szemet gyönyörködtető csokrok és fazekas munkák mellett Kecel ízeit is megkóstolhatták az idei Flóra látogatói. Saját termékeinket hoztuk el, mindent mi készítünk párommal, teljesen házias ízekkel, a füstölt árútól a friss hurka kolbászig mindent. A kolbászunk is saját recept alapján van, a többit pedig anyósoméktól tanultuk, teljesen háziasan készítünk mindent. Ezen túlmenően mitől keceliek ezek az ízek? Hát például mi a kolbászban nem teszünk fűszerköményt, míg mások általában igen. Más szakmai titkot nem szeretnék elárulni. Az első Keceli Ízek utcájában 6 termelő mutatta be portékáit. Az érdeklődők megkóstolhatták, illetve meg is vásárolhatták a helyben készült gyümölcsleveket, épp úgy, mint az itt előállított zöldségféléket, lekvárokat, süteményeket, valamint a környéken termett mézet is. Melyik a legjobb ízű méz idén, vagy melyikből termett a legjobb minőség? Hát mennyiségre a legtöbb a napraforgó mézből termett, mivel az megkapta az év közepén a csapadékot. Számomra a legjobb ízű talán az akácméz, mint mindenkinek.
Mióta foglalkozik mézzel, méhészkedéssel? Méhészkedéssel családi szinten 15 éve, de előtte is már vagy 10 éve benne voltam, édesapám révén. Megéri? Igen, igen. Nem panaszkodunk. A látogatók kecebb borait is megízelhették, Mari néni kocsmája előtt mindig sorált. Magyar ember mindig szereti a bort, és a vörösset az én szemszögemből, és a lelke megnyílik, és ilyen piros, mint én, egész nap kóstoltam. A keceli virágfesztiválra és fazekas kiállításra közel 6000-en voltak kíváncsiak, Debrecentől Nyíregyházán át Budapestig. Nagyon tetszik, még soha nem jártam itt egyébként, és hát nagyon tetszik minden. Mi az, ami legjobban? Hát talán ez a virág kiállítás itt, ez ami jobban, a legjobban tetszik igazából. Nagyon szépek a standok. Nekem a fazekas kiállítás az olyan, tehát mindig azért jövök el, mert az egy nagyon szép dolog. Hát találtam magamnak való, csak szép árak vannak. Mi az, ami vonzó ebben a kiállításban, így a tél közepén? Hát szerintem a színes virágok feldobják az ember életét egy kicsit, pláne ha kinézünk, hogy szépen esik a hó. A Flóra virág kiállítással egyidejűleg a kisállat kiállítást is megrendezték, ami gyermekeket és felnőtteket egyaránt vonzott. Olyannyira, hogy egyre többen hódolnak is ennek a nemes hobbinak, szakmának. A Kékiskola fedett udvarán évek óta mutatják be állattenyésztők szebbnél szebb galambjaikat, papagájaikat. A rendezvény zavartalan lebonyolítását évek óta köszönheti a város Gruber Károlynak és nejének, valamint Herceg Attilának. Az eredmény hirdetésre vasárnap került sor, amikor is Haszilló Ferenc polgármester köszönetet mondott a résztvevőknek, majd átadta a szót a Mikulásnak, megkezdték a díjak kiosztását. Először is Brucser Alexot szólítanám, és nagy tapsot kérnék meg. Mondanám folyamatosan sorot a Szabó Róbert, ő még félig meddig öltözik, de azt ígérte, mindjárt ideér. Csizovszki Zoltán, aki szintén szerdától kezdve rendelkezésünkre áll mindig, mikor eszünkbe jut, hogy épp valahol elakadtunk és nem haladunk tovább. Egy személy és legkedvesebb apósor Latner János. És császártőtésről Jónás Tivadar. A díjkiosztón a legkisebbektől a legnagyobbakig díjaztak minden állattenyésztőt. A szervezők optimisták. Akinek kicsi hiánya lesz az elmúlt, elkövetkező 360 nap, az jövőre ugyanígy találkozott velem. Addig meg mindenkinek jó egészséget, és boldog karácsonyt, hazafelé pedig jó utat kívánok. Haszilló Ferenc polgármester a zárónapon értékelte a 26. virágfesztivált. Én nagyon-nagyon szépnek láttam a kiállítást, mint a virágos részt, mint a fazekas kiállítást. Hasonló nívós volt, mint az elmúlt években, sőt, voltak olyan szempontok, ami a tapétával kapcsolatos kiállító részek, amelyek nekem még jobban tetszettek, mint például a tavaly. Ami nagyon nagy gond volt az, hogy szinte minden tévi csatorna bemondta azt, hogy 50-60-70 cm-es hó várható, és felhívta az emberek figyelmét arra, hogy ne tegyenek nagy távolságba utakat, és így azért közel 6000 ember, a meghívottakkal együtt közel 6000 ember vett részt ezen a kiállításon, ezen a három napon, és hát ez kevés végül is, de sajnos erről mi nem tehetünk, úgy érzem. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy jól sikerüljön, a rendezvényszervezés, a stáb mindent elkövetett, hogy minél többen látogassák, és minél nagyobb reklámot kapjon Kecel. Ha találkozott vendégekkel, ők mit mondtak, hogyan vélekedtek a fesztiválról? Többségében tetszett az embereknek a fesztivál, mindenkit eleget tenni úgysem lehet, van, aki biztosan úgy ment el, hogy hát hasonló, mint a tavalyi év, és sablonossá válik, de nagyon nehéz mindig kitalálni újat, nagyon nehéz újítani, és azt is mindenki tudhatja, hogy az elmúlt években egyre lejjebb megy az élő virágnak az idehozatala, mivel, ahogy tavaly is elmondtam, sajnos a nagy ZRT-k azok úgymond feloszlottak, a kis társaságok viszont már elég nehezen tudják ezeket a rezsiköltségeket tartani, és az élő virágot idehozni, mert nagyon költséges a kiállítás.
Akkor megéri a városnak a rendezés? Gondolom a fesztivál után össze fog ülni egy stáb és értékelni fogják, hogyan állnak neki a jövőnek. Igen. A költségvetés 8 millió forintot terveztünk ebben az évben, tavaly is ennyit terveztünk erre a virágfesztiválra. Én azt mondom, hogy egyszeri alkalommal, amikor pont egy ilyen időjárás miatt mondjuk kevesebben vannak, és esetlegesen veszteségessé válhat ez a kiállítás, nem szabad egyből dönteni úgy, hogy ne folytassuk tovább, én mindenféleképpen azon lennék, hogy a következő években is újra megtartsuk. Ez a kiállítás végülis a város legnagyobb rendezvénye, országos hírű, sőt nemzetközi, ahogy az előbb beszéltük is, tehát Vajdaságból és Erdélyből is érkeznek ide emberek, nagy látogatottsággal bírt, és bízom abban, hogy jövőre nagyobb látogatottsággal, de legalább ilyen nívóval meg tudjuk rendezni. Mely újításokra a legbüszkébb, illetve beszélgettek-e arról, hogyha a másik oldalt is megnézzük, hogy eszükbe jutottak már a hétvégén olyan dolgok, amin a jövőben biztosan szeretnének változtatni? Az újítások közé tartozott, és nem volt újítás, csak tudjuk, hogy például hit éve van, és a mögöttem látható keceli templom mása van itt fényképen. Akkor nagyon fontosnak éreztem ezt a haranglábot, egy keceli vállalkozó készítette, illetve amit a parkerdőbe szeretném majd kitenni a keceli parkerdőbe, azt a kis vonatot, ami a másik oldalon látható a kiállításon. És a tapéta volt egy olyan jellegzetesség, mely keceli tapéta voltos vezető ajánlotta föl, tapétát, és különböző kreativitású emberek alakították ki itt a standjukat ezen keresztül. Nagyon fáradtak vagyunk a három nap után, mindannyian, sokak közös munkája volt ez. Tulajdonképpen a városi intézmények mindannyian kivették ebből a részüket, és nagyon-nagyon sok önkéntes segítő, aki mind-mind azon dolgozott, hogy megvalósítsuk az ötleteinket. Ugye az idei évben a helyi tapétabolt felajánlásával jöttek ezek a tapéták ide a hátunk mögé, és kerültek be a keceli kötők mögé, illetve egy kiskörösi kötő érkezett még vendégségbe, és Gombás Attila a védnök úr is kötött egy pavilonba. Szerintem ez újdonság volt. Úgy hallottuk, hogy nagyon tetszett mindenkinek. Ez az újdonság erejével hatott, hogy minden kötő a saját egyénisége szerint és a tapétához alkalmazkodva rendezett be egy-egy enteriőrt. Történelmi pillanatnak lehettek szemtanúi azok, akik a virág kiállítást és a fazekas kiállítást otthonukból követték nyomon. 7 év után ugyanis most először közvetített élő egyenes adást a kecelvárosi televízió. A három nap során többször is kapcsoltuk a virágkiállítás különböző helyszíneit, valamint három napon át szólt a Flóra Rádió is. Nem maradtak le a legfontosabb pillanatokról azok a nézők sem, akik nem tudtak eljönni a 26. virágfesztiválra. Több fontos momentumot ugyanis élőben közvetített a kecelvárosi televízió. Az országos fazekas kiállítás megnyitóját és az azt követő mesterségek bemutatóját is nyomon követhették a nézők, illetve a sportcsarnokban sétáló érdeklődők. A műsorban segítkezett a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alapmunkatársa, a keceli születésű és kötődésű Imre Balázs is. Azt szokták mondani, hogy az élő műsornak mindig varázsa van. Nekem már volt részem egy-két ilyen típusú élő bejelentkezésbe, illetve műsorba. Nagyon-nagyon jól éreztem magam már, csak azért is, mert én azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog az, hogy egy ilyen kisvárosnak a helyi televíziója egy ilyen eseményen, amely azért a városban mégiscsak nagy múlttal bír, ugye több mint két évtizedes hagyománnyal, hogy egy ilyen eseményről sikerül egy ilyen típusú műsort megvalósítani, ez óriási dolog szerintem. És nagyon nagy megtiszteltetés volt, és szeretném megköszönni minden egyes média munkatársnak, aki segített ebben, hogy az első élőadást azt én prezentálhattam, nagyon nagy élmény volt, ráadásul maga az esemény is nagyon magas színvonalú volt, és én nagyon-nagyon jól éreztem magam. A Flóra Rádiót hallhatják a 26. Flóra Virágfesztiválról és 10. országos fazekas kiállításról. Köszöntjük a vendégeket és azokat is, akik élőben kapcsolódtak be a műsorunkba a kecelvárosi televízió jóvoltából. Mindhárom napon a Flóra Rádió szólt a rendezvény helyszínén, valamint a kecelvárosi televízió képújságjában is. Az internetnek köszönhetően pedig a világon bárhol bárki bekapcsolódhatott, s a visszajelzésekből kiderül, sok emberbe is kapcsolódott városunk legjelentősebb rendezvényének történéseibe s hangulatába. Most rövid híreink következnek. Mint arról már hírtattunk, az önkormányzat megbízásából egy cég közelmúltban végezte el Kecel közvilágításának felmérését egy küszöbön álló fejlesztés előkészítéseként. Ennek során a képviselőtestület elé került előterjesztés alapján kiderült, hogy 200 darab lámpával több után fizet városunk áramdíjat, mint amennyi az utcákon található.
A szolgáltató vezetése megnézte az interneten is elérhető ülést, és ennek nyomán a következő közleményt adta ki. Az EDFD MASZ november 28-ig elvégezte Kecelváros lámpaparkjának felmérését. A rendkívüli lámpaleltár során kiderült, hogy Kecelen összesen 1750 darab közvilágítási lámpa üzemel. Ez 132 darabbal több, mint a jelenleg nyilvántartott és számlázott mennyiség. Mindezek ismeretében az EDFD MASZ értetlenül áll a keceli képviselőtestület legutóbbi ülésén elhangzott kijelentés előtt. A témával a körkép jövő heti adásában részletesebben is foglalkozunk. Bár elmaradt a kommunális adó emelése, vagyis bizonytalanná vált az önkormányzati utak jövő évi javítása, egy váratlan pályázati forrás mégis enyhíthet a gondokon. Kecel önkormányzata ugyanis a Start program keretében 2,4 millió forintos támogatáshoz jutott. A munkálatok már januárban megkezdődhetnek. A kátyúk eltüntetése téli időszak lévén hideg aszfalttal történik majd, amely kevésbé tartós megoldás, mint a hagyományos útjavítás. 2013-tól minden jel szerint 8%-kal többet kell fizetni a szemétszállításért, ennek összegében a városnak gyakorlatilag nincs beleszólása. A homokhátsági regionális hulladékgazdálkodási projekt keretében ugyanis 82 településen egységesen 8%-kal fog emelkedni a szolgáltatás díja. Hasonló mértékben növekszik jövőre a kéményseprés éves összege is, itt azonban törvényi változások miatt a füstnyílás nagyságától függ majd a díj mértéke. Mint arról már röviden hírt adtunk, a november 28-ai testületi ülésen váratlan, írásos formát nem öltött előterjesztés borzolta a kedélyeket. A polgármester szóban tárta a képviselők elé, hogy közvetlen irányítása alá kívánja vonni a városi sportcsarnokot, illetve a Kecel médiát. A bizottságok által nem tárgyalt, az érintett intézmény tudta nélküli elképzelés heves ellenérzéseket váltott ki. Kerüljön vissza egyéb feladatként a sportcsarnok a polgármester vezetése alá. Ezt azért akarom, és tovább is, hogy és az önkormányzat feladataként kerüljön vissza a média. Ezt én azért akarom behozni megfontolásra a sportcsarnokot is, most ahogy a Kecelvíz Kft. Elment Körösvíz Kft.-hez. Az iskola egyházi fenntartású iskola lett. A járáshivatalokhoz elmegy az okmányiroda, elmegy a gyámügy, az építésügy. A polgármesternek egyre szűkül a feladata. Most én ezt komolyan mondom, úgy érzem, hogy többet kéne dolgoznom. Ez volt az a bejelentés, amely a jegyzőt és több képviselőt is meglepett, és ezért értetlenségüknek adtak hangot. A gyámhivatal fölött még nekem sincs felügyeleti jogom, tehát aznak a szakmai felügyelete a megyei gyámhivatalhoz tartozik, tehát neked, Feri, ahhoz közöd nem lehet. Jó. De eddig nem csak is. Én azt mondtam, ezek elmentek. Az okmányiroda is klasszikusan hatósági feladat, tehát abszolút a polgármesternek oda köze nincsen. Mondanám, hogy az adóhoz is, de azt sajnos tapasztaltuk, hogy nem vette figyelembe, hogy az adóhatósági feladat és jegyzői hatáskör. Tehát ami itt marad, hogy továbbra is a nagy része a jegyzőnek a feladata lesz, és jegyző lesz. Azt gondolom, az az indok, hogy kevesebb a polgármester feladata, akkor meg kell keresni azokat a feladatokat, amit esetleg most nem talál a polgármester, de nem olyanokat kell találni, aminek van felelőse, és éppen az a felelős tudja, hogy mit csinál. Hát ez egy teljes, nem mondom, pontosan mire gondolok. Jól működtek ezek az intézmények. Én nem bolygatnám meg egyenlőre. Nem hiszem, hogy ez annyira sarkalatos és fontos probléma. Én a magam részéről a jelenlegi forma üzemeltetés fenntartása mellett szeretnék állást foglalni. Igen. Azért egy kérdésem lenne, hogy amikor elgondolkodtál ezen, Feri, hogy ezt a két intézményt átveszed, akkor miért nem gondoltad azt el, hogy átveszed a Kertészeti Kft-t, vagy pedig a Borbényi Lajos féle céget, mert ott is elfér a segítség, és az is elég sok pénzünkbe kerül, hogy miért pont a könnyebbik oldalát választottva? A polgármester később azzal is indokolta a döntését, hogy mivel a média nem kötelező feladat, jövőre nem is biztos, hogy lesz rá pénz, hogy vannak olyan települések, ahol egy főállású alkalmazottal működtetnek tévét. Hasziló Ferenc elképzelése mellett csupán egy képviselő érvelt. Akkor most elmondom, hogy én nem vagyok megelégedve a jelenlegi sajtóval. Elmondom, nem vagyok egyedül, elmondom a saját sztorimat. Az Ugronné összes meg az egyéb blogot még csak tűrtem.
Egész jól tűrtem. De mi köze ennek a... Van. Vettem a járos száradságot. Ez már ágalom fog. Nyugodtan pereljenek be. Imre, nyugodtan pereljen be, bárki. Állok elébe. Tehát a blogot még csak tűrtem hónapokon keresztül, jó, szórakozzon, aki szórakozni akar. Aztán végig olvastam én a nyáron, és egész komoly szó összefüggések kapcsán körülbelül rájöttem, hogy kit csinálják. Tehát egy. Kettő. Aztán megnéztem, hogy milyen az én tűrőképességem jó. Mert én egy árva zokszó nélkül eltűrtem mindazt a gyalázatot, rettenetes, torzított képeket és egyebeket, amik megjelentek rólam. Rendben van. Egy közszereplőnek ezt tűrnie kell. Megpróbáltam, milyen a média tűrőképessége. És akkor ott a Hozzászólok című részekhöz elkezdtem hozzászólni. Aztán a hozzászólásaim fele körülbelül nem jelent meg. Amikor írtam újra, hogy hova lettek a hozzászólásaim, akkor vágva jelentek meg. Aztán volt olyan, ami a helyesírási hibáktól hemzsegve jelent meg. Szóval mindent elkövettek arra, hogy lejárassanak. Tehát van okom azt mondani, hogy ez a média nem működik etikusan. Én sem a Quetzal TV-ben, sem a Quetzal újságban nem olvastam veled kapcsolatos negatív megjegyzéseket. Abszolút nem olvastam. Olvasd el a honlapon, ahol szépen ott... Ja. Milyen honlapon? Nem. A honlapon ráütsz hozzászólások, és akkor a hozzászólásoknál ott van a vita. És akkor mindig ott van, hogy csak névvel. És akkor kivel vitatkoztam? Az adminisztrátorral, a Csubakkával, meg az Isten tudja ki mindenkivel. Miért nem kérik annak is a nevét, aki vitatkozik velem? Egy vállalkozói szót kapott, az Astron Kft. Kereskedelmi vezetője szerint nincs ok hozzányúlni a Quetzal médiához. Én maximálisan egyezem azzal, hogy a fejlődés nagyon fontos, tehát kulcsfontosságú dolog egy város életében különösen. Azzal is egyezem, hogy a város vezetőjének az egyik legfontosabb feladata az, hogy nyomon kísérje folyamatosan azokat a pontokat, azokat a réseket, amik keletkeznek a rendszerben. Ha egy pont meggyengül, akkor ott sürgősen valamit kell csinálni, valamilyen változtatást, átszervezést, kiszervezést, ahol probléma van, oda új vezetőt kell állítani. Tehát azt is mondhatnánk, hogy talán minden bizonnyal a város vezetése ugye hát jól végzi a munkáját. Igen, csak az a baj itt a Quetzal Média esetén, hogy én nem látom a problémákat. És igazából olyan, mintha meg sem lennének fogalmazva ezek a problémák. Tehát itt elhangzik, hogy kiszervezzük, aztán lehet, hogy elvárnák tőlünk, Quetzaliektől, illetve hát úgy látom, hogy itt a média munkatársaitól is, hogy némán rábólintsanak. A kibontakozó vitában a feladatelvonásban érintett intézmény a Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatója is szót kért. Most itt a tévénnyilvánossága előtt szeretnék még egyszer határozottan elzárkozni azelől a rágalom vagy vád elől, hogy nekünk a Quetzali blokkhoz és bárkinek a Quetzal Média stábjából bármilyen szintű köze lenne. Nincs. A következő dolog. A város weboldalán van lehetőség arra, hogy a fölkerülő cikkekhez bárki hozzászóljon. Ezek a hozzászólások most ebben a pillanatban is megtalálhatóak ott. Volt egy körülbelül 2 hónappal ezelőtt egy olyan időszak, amikor a város weboldala, illetve az intézményi weboldal is egy tárhelyszolgáltató váltáson ment keresztül. Ekkor nagyon rövid ideig ezek a hozzászólások nem voltak láthatóak. De amint ez a szolgáltatóváltás megtörtént, és újraindulhattak a weboldalak, akkor ezek a hozzászólások ugyanoda, ugyanazokhoz a cikkekhez felkerültek. Az adminisztrátor, aki a város weboldalát, illetve az intézmény weboldalát is kezeli, nem névtelen személy, minden weboldalon így jelenik meg a kezelő, adminisztrátor név alatt. Ez ebben az esetben azt gondolom, hogy köztudott mindenki számára,
Czár László, hiszen az ő feladata a Kecel médián belül a város, illetve az intézményi weboldal működtetése, frissítése, tehát nem névtelen személy. Helyesírási hibát nem generálunk, időnk, energiánk sem lenne, és a jó lelkünk se visz rá ilyesmire. Higgy el, képviselőasszony, nekünk ennél sokkal több feladatunk van, mint hogy esetleg ilyesmivel szórakozzunk. Nem teszünk ilyet, ha a helyesírási hiba van, akkor az a szerzőnek köszönhető. A városi sportcsarnok. 2009-2010-ben 28,7 millió forint kiadással zárt. Ezzel szemben 2011-12-ben, tehát körülbelül a mai napig 26,1 millióból gazdálkodunk. A bevétel 2009-2010-ben az önkormányzat felügyelete alatt állt ekkora városi sportcsarnok. 1,7 millió forint bevételt hozott a városnak. Most, amikor nem vagyunk még a mi két évünk végén, több mint 2 millió forint fölött van a városi sportcsarnok bevétele. A város havilapja. Keceli Újság 2009-ben és 2010-ben összességében 10 millió forintból működött, 10 millió volt a kiadása. Most, november végén 9,9 millió, itt nincs nagy eltérés, de bevételt 2009 és 2010-ben önkormányzati, közvetlen önkormányzati felügyelet alatt 3,2 milliót termelt. Most, a második évnek nem vagyunk még a végén, hangsúlyozom, 5,6 milliós bevétele van a keceli híreknek. A Kecelvárosi Televízió 2005. szeptembere óta működik. Itt csak azt szeretném megemlíteni. 7 év, ez a televízió életében 7 nyertes pályázatot jelent, 12,6 millió forintot, amivel segítettük, hogy az önkormányzatnak minél kevesebbet kelljen erre a televízióra áldozni. A város weboldala az utolsó. 2009-ben, 2010-ben is 1,5 millió forintból működött. 2011-ben, amikor az intézményünk gondozásába került, 127.487 forintba került a városnak. Köszönöm szépen a szót! A vita hevében a polgármester megszavaztatta a szóbeli előterjesztését, amelyet 4 igen, 3 nem szavazattal a jelenlévő többség elfogadott. A jegyző azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a két intézmény csak akkor kerül közvetlenül a polgármester irányítása alá, ha azt az alapító okiratba is átvezetik. A kialakult helyzetben a polgármester némileg visszakozott és kitolta ennek határidejét. Az én javaslatom most az, hogy az alapító okirat módosítása az, tehát nem január 1-től történjék, hanem a költségvetés, részletes költségvetés szavazásakor. Tehát addig beszélgessünk erről, és akkor még ezt úgyis újra átbeszéljük február 15-éig. Jó? Tehát egyelőre maradjon minden úgy, ahogy eddig volt, és akkor megszavaztunk, azt megszavaztuk, de a részletes költségvetésnél akkor erre visszatérünk. Kedves nézőink, ismételten köszönjük a sok-sok bíztató szót, telefonhívást és támogató levelet, amelyet folyamatosan kapunk Önöktől. Mi továbbra is Önökért dolgozunk nap mint nap. A magunk eszközeivel igyekszünk továbbra is pártatlanul tájékoztatni műsorainkban, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a 7 éves Kecel Média jelenlegi formájában működhessen tovább. Kedves nézőink, hétfőn este a Visszapillantóban felidézzük az első Nosztalgia klubot, amelyben a téma a keceli színjátszás volt. A keddi Kecel sportban a Kiskunság KSE és a Kalocsa SE kosárlabda találkozót tekinthetik meg. Szerdán a 26. Flora Virág Fesztivál főmegnyitóját láthatják. Csütörtökön tűzzük műsorunkra Kecelváros képviselő testületének december 19-ei ülését. Jövő pénteken ismét várja Önöket a keceli körkép a hét legfontosabb híreivel. Közös adventi készülődésre várják a híveket advent harmadik vasárnapján a Szent Háromság templomban.
Közreműködik a kiskörösi fúvószenekar és a Szent Cecília kórus. A Szent Misét követően a házigazdák mindenkit szeretettel várnak a plébánia belső udvarán teára, forralt borra és kalácsra. December 20-án délelőtt 10 órakor lesz az óvodások karácsonyi műsora a Városi Könyvtár és Művelődési Ház nagytermében. Szintén 20-án este 6 órakor, valamint 21-én délelőtt 11 órakor az általános iskolások karácsonyára várnak mindenkit a Városi Sportcsarnokba a műsorban közreműködő 5. évfolyamos diákok. Január 6-án vasárnap este 7 órakor ismét újévi operett és musical gála lesz a Városi Könyvtár és Művelődési Házban. Fellépők Jan Zakatta, Peller Károly, Dolhai Attila és városunk szülötte Szendi Szilvi. Jegyek elővételben már válthatók a helyszínen. A körkép végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer egy-egy mondatban. Véget ért a 26. Floravirág Fesztivál és 10. országos fazekas kiállítás. Közel 6000-en látogattak el Kecelre. Élő közvetítések, háromnapos rádióadás, folyamatos kapcsolások. A Kecelvárosi Televízió minden fontos eseményről tudósított a Virágfesztiválon. Ezek a legfontosabbak, ha tehetik, tartsanak velünk. Mára ennyi volt a keceli körkép, friss hírekkel egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Most kezdődik a keceli ízek, ezúttal a Natura halászcsárda séfjének jóvoltából tudhatják meg, hogy hogyan kell elkészíteni az istenek eledelét. Azt követően megismételjük a megyei krónika múlt heti adását, majd az estét a Biblia óra zárja. Tartsanak továbbra is a Kecelvárosi Televízióval. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!